2012-ben J. Rockeli lézeres szemműtéten esett át. Pár hét múlva mindennel megvoltunk. Miután a kötés lekerült és elkezdődött a felépülésem, kialakult egy komoly szemszárasság is. Jay könyvelte férje autójavító vállalkozását. A krónikus szemszárasság nagyon megnehezítette munkáját. Több hétig így ment, és nem úgy tűnt, mintha el akarna múlni, pedig használtam a szemcseppet, amit kaptam. Várnom kellett, hogy megnyugodjon a szemem, és kitisztuljon a látásom a folyadéktól. Ez nagyon megnehezítette a mindennapi tevékenységeimet. Nincs mindig idő erre, amikor rendbe kell rakni, és be kell fizetni a számlákat, telefonokra kell válaszolni. Néhány évvel korábban Jay lánya váratlanul elhunyt. Jay és Rocky fontolgatták vállalkozásuk eladását. Egy hullámvölgyben voltam. Hiányzott a lányom, aggódtam a férjemért, és mindennek tetejében a szemem is úgy fájt, mintha egy kemencébe néznék. Nagyon fájt és száraz volt a szemem, nyomorúságos volt. Egy nap Jay a 700-as klub adását nézte a számítógépén. Hallottam, hogy Terry Musen azt mondja, hogy valakinek komoly szemproblémája van. Terry azt mondta, hogy van valaki, akinek komoly problémája van a szemével. Nem tudom pontosan mi ez, de olyan száraz érzés, nem éles fájdalom, de fájdalmas, száraz érzés. Azt mondtam, ez mintha én lennék. Aztán mondta Terry, hogy Isten meggyógyítja ezt az állapotot, a látása ismét normális lesz. Tegye a kezét a szemeire, és legyen egészséges a Jézus nevében. Rátettem a kezeimet a szememre, és elkezdett ömleni a könnyem. Jay elfogadta a gyógyulást, és látása tisztulni kezdett. Csak annyit tudtam tenni, hogy ültem, és azt mondtam, hogy köszönöm, 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 Uram, köszönöm, hogy meggyógyítottál, köszönöm, hogy érezhetem azt, amit most érzek. Jay felhívta a 700-as klubot. Tudtam, hogy telefonálnom kell, és elmondanom, hogy a szemem éppen most gyógyult meg, miután Terry elmondta az imát. Amikor elmondtam neki, azt mondta, ez csodálatos, dicsőség az Úrnak. Mindketten elkezdtük dicsérni az Urat. Tudtam, hogy Isten gyógyított meg, de ez volt az életemben az első ilyen megtapasztalás. Azóta sem kellett használnom a szemcseppeket. A gyógyulás elmélyítette Jay kapcsolatát Jézussal. Jézus a mindenem. Ő a gyógyítóm, a megmentőm, a közben járom. Őtőle van minden jó dolog. Nem tudom, hogyan tudnak élni nélküle mások.